Nemzeti Jelkép az Alkotmány című online kerekasztal beszélgetésen, ami az Alkotmánybíróság, a Magyar Jogászegylet, illetve a Central European Academy közös szerve. Köszöntöm a mai kerekasztalunknak az előadóit, a Trócsányi László professzorulat, a Károli Református Egyetem rektorát, a Magyar Jogászegylet elnökét, Súlyog Tamás elnökurat, az Alkotmánybíróság elnökét, illetve Smuk Péter dékánurat, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar dékánját, illetve természetesen valamennyi érdeklődő résztvevőnket. Szeretném felhívni a jelenlévők figyelmét, hogy a beszélgetést, illetve a kerekasztalt rögzítjük, és azt később angol felirattal online elérhetővé tesszük, így akik részt vesznek a mai kerekasztalon, ehhez a jelenlétükkel hozzájárulnak. Ja, a mai kerekasztalunknak a legfontosabb kérdése, amire a választ keresünk, hogy lehet-e jelkép, különösen nemzeti jelkép az alkotmány. Ugye az emberiség történetével egyidősek a jelképek. A legutóbbi hírhetté vált jelkép, ami Európában, az a fehér Z betű, amit az orosz-ukrán háború után néhány héttel már egy sportrendezvényen, egy fiatalembernek a ruháján lehetett látni. Mindez történt úgy, hogy az igazi jelentését ennek a Z betűnek nem is tudjuk. Így ebből kiindulva, mielőtt az alkotmányjog és az alkotmányok vizére eveznénk, az első kérdés, amit szeretnék feltenni a résztvevőinknek, hogy mitől lesz jelkép a jelkép? Mi igazából egy jelkép? Trócsányi professzor úr. Köszönöm szépen, először is tisztelettel üdvözlök minden egyes kollégát, aki jelen van a mai megbeszélésen. Egy nagyon nehéz témát választott Tribrő Norbert barátunk, azért erről a témáról jogi gondolkodás csak a hagyományos módon volt, egy országnak a címere, zászlaja, stb. Ugyanakkor már az első kérdés is provokatív, hogy mit jelent a jelkép. Mert számomra a jelkép az egy nagyon bonyolult fogalom, ugye próbáltam megnézni más országokat idegen nyelvében, hogy mit, milyen szavakat használnak, devise például franciául. De ez azt jelenti, hogy igazából nekem a jelkép az, ami benne van egy kép, valamire ránézek, vagy hallok valamit, és ebből egy szimbólum, valamifajta jelentés fog eszembe jutni. Ez nagyon sokfajta lehet. Ugye eleve maga a jelkép a számomra egy bonyolult fogalom, hisz ugye lehetne csoportosítani, hogy van állami jelkép, van nemzeti jelkép, van nemzetközi jelkép, van vallási jelkép, tehát ha szabad így mondanom, különböző területeknek vannak jelképei, amiket jelképnek tartok. A jelképtől én mindenképpen elhatárolnám, ha szabad így mondanom, a logót és a védjegyet. Mert a logó, mindenki szeretne természetesen, a McDonald's is, vagy a Facebook, és valóban ugye mégis a védjegy és a logó is tud közösséget teremteni, mert ránézek a Facebooknak a jelére, és már egy közösség jut eszébe az embernek, de ennek mégis azonban egy marketing szempontja van, az üzleti értéke is van, és az üzleti jellegű szemléletben, ha szabad így mondanom, áruként eladható is kvázi idézőjelbe téve, ugye egy védjegy. Na most ugye azok is szeretnének jelképek lenni, mert valakinek szólnak. Szólnak a fiataloknak, szólnak igazából egy terméknek a népszerűsítésében, de ezeket én nem tekintem jelképnek, noha ők annak szeretnék magukat elképzelni, mert ugye ők is meg akarnak valakiket szólítani, és ők is közösséget akarnak alakítani. De számomra a jelkép azonban abban az értelemben, ahogy mi fogunk erről ma beszélgetni, egy más jellegű, mert az én értelmezésemben egy kulturális elem van benne, ami megkülönbözteti igazából a kereskedelmi kvázi jelképektől, védjegyektől. Tehát egy kulturális elem, egy kohézió, aminek ugye egy összetartozást akar kifejezésre juttatni.
A jelkép az én szememre általában egy pozitív tartalmú fogalom. Egy eszmeiségnek kell lenni mögötte. Persze, rögtön lehet mondani, hogy hát igen, a rezsimeknek is van jelképe, gondoljunk a kommunistákra, akik a vörös csillaggal voltak jelen, vagy a náci kongresszusokra, ahol a horog kereszt volt, ugye, és egy rezsimnek volt idézelbe téve azonosítható, ugye, ideológiai tartalma is volt. De nekem mégis, amikor jelképet mondok, akkor pozitív tartalmat akarok hozzátenni. Persze jelkép az is, amire azt tudjuk mondani, hogy hosszabb idő kell a kialakításához, hogy valamit el tudja fogadni jelképnek. Tehát van egy időtartam is, hogy mi alatt válik valami jelképpé. Egy fél nap, idézem, persze egy felgyorsult világ, megkérdezzük azt, hogy mit jelent ez a hosszabb idő, ugye. Mert ugye mégiscsak a jelkép azért, én mondtam, egy valamilyen kapcsolódhat egy transzcendens dologhoz. Gondoljuk a vallási jelképekre, a kereszt. A kereszt ugye a remény a feltámadásnak ugye a jelképe. De ha belegondolunk, akkor a Jézus előtt a kereszt a büntetésnek volt a jelképe. Tehát itt is azért tartalmi változások is vannak. Csak ez azt akartam mondani, hogy a bevezetőben, amikor a jelképnek a fogalmát próbáljuk ugye meghatározni, akkor szerintem mindenképpen tudnunk kell, hogy miről beszélünk. És ezért örülök az első kérdésnek, mert a jelképnek a tartalmi elemeit és a fogalmát próbáljuk körbejárni. Én összegezve itt az első kérdésre adott válaszomat, azt mondom, hogy több fajta jelkép van, vallási, állami, nemzeti, nemzetközi jelkép. Ugye nemzetközi jelképre mondok egy példát, például a nemzetközi vörös keresztnek a jelképe, ugye, vagy a vörös félholdnak a jelképe. Tehát ugye különböző módon közöttek, de el kell határolnunk az üzleti jelleget magába takadó, szabad így mondanom, marketing értékkel bíró, és számomra kulturális elemet nem tartalmazó, mondjuk logótól és egyéb formát. És van persze a jelszó, ami még egy másik történet a jelszó, mert ezek is van jelentősége, de erről majd talán később fogok beszélni. Tehát nagyon röviden én ennyivel akartam a téma felvezetését megadni, hogy a mitől jelkép a jelkép, hogy ennek van egy eszmei üzenete, egy kulturális elem, egy kohézióteremtés, egy közösségteremtés, ez számomra igazából, de kell egy tartósság is, mert ez alapvető, hogy legyen egy tartósság is, ami feltétlenül fontos. Ennyivel akartam elkezdeni a beszélgetést. Köszönjük szépen. Elnök úr, Súlyog Tamás elnök úr, te mit gondolsz a témáról? Hát szeretném én is köszönteni a kerekasztal beszélgetés résztvevőit, és természetesen a hallgatóságot. Úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes témáról van szó, és ahogy Trócsányi professzor úr, amit a bevezetőben jelzett témafelvetést, én ahhoz kapcsolódnék. Az világos, hogy ugye vannak a társadalom élet különböző területein megjelennek bizonyos szimbólumok, bizonyos jelképek. Ugye ma már a modern parkolás is tulajdonképpen bizonyos jelképek mellett zajlik, mert az embereket olyan okosnak nézik a parkolóházba, hogy nem tudják megjegyezni, hogy hol hagyták az autójukat. Ezek különböző színű jelképeket kell próbálják őket hozzásegíteni, hogy a megfelelő helyre el tudjanak menni. Tehát azt gondolom, hogy a jelképek segítenek bennünket az eligazodásban, ugyanakkor bizonyos leegyszerűsítéseket tesznek, és ez szükségszerű, mert a hétköznapi tudat szempontjából ezek a leegyszerűsítések szükségesek, pont azért, hogy lássunk valamit a jelképek mögött. Hogy aztán a jelképek mögött mit látunk? Tehát mondjuk a magyar nemzeti jelképeket, ha nézzük, hogyha a trikolor, a nemzeti trikolor mögött ki mit lát, hogy az már azért ott óriási különbségek lehetnek, a történelmi korszakokban, politikai felfogásban, történelem felfogásban, nagyon sok szempontból különbséget lehet tenni emberek között. Érdekes módon az alaptörvényünk igazából a három színnek a pontos jelentését is deklarálja. Ugye a piros az erő, a fehér a hűség, a zöld szín pedig a remény színe az alaptörvény szerint.
Ez már bizonyos eligazítást ad azzal kapcsolatban, hogy tehát ahol egy ilyen gondolati sokféleség megjelenhet igazából ezek mögött, a szimbólumok mögött, és ezekben bizonyos rendet is lehet tenni, ahogy mondjuk az alaptörvény megpróbált ebben egyfajta ilyen rendet felállítani. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy szimbólumok nélkül, jelképek nélkül a közösség képzésünk, az képződés, közösség képződés sokkal nehezebb lenne. Nagyon fontosak a jelképek, és valóban vannak közte pozitívak, negatívak, a társadalom megítélés szempont, társadalom megítélése szempontjából. Úgy gondolom, hogy a nemzeti jelképeinknek a megítélése, az a társadalom többsége szempontjából úgy gondolom mindenképpen pozitív. Tehát most olyan jelképekről beszélünk, azt gondolom, ahol azért úgy érzem, hogy van mögötte egy társadalmi konszenzus, hogy ezek pozitív jelképek, és úgy gondolom, hogy mindnyájunk számára az össze a valahova tartozás érzést ugyanúgy megtestesítik, mint egyfajta elhatárolódást ugyanakkor más csoportoktól. Tehát ugye ez ugye ezeknek a szimbólumoknak még pluszban ez a sajátossága is megvan. Mindazonáltal én csak üdvözölni tudom a kerekasztal kigondolóit, hogy ebben a kérdésben rendezték meg ezt a kerekasztalt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, elnök úr, bevezető gondolatait. Dékán úr. Kedves kollégák, én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt a kerekasztalon szólhatok, és szereplő lehetek ennek a beszélgetésnek, amit én is nagyon érdekesen, izgalmasnak tartok. Azt hiszem, hogy a gondolataimat részben elnök urak érintették és elmondták. Én abban az abstrakciós szinten kezdenék, hogy a jelek azok általában valamifajta jelölési funkciót látnak el mögöttük, van egy jelölt, valamire utalnak, és ez a jelölő és jelölés vagy jelölt kapcsolat, ez egy érdekes társadalmi folyamatban tud összekötődni. Nyilván kell valaki, aki ezt a kapcsolatot értelmezi, dekódolja akár magának, akár másnak, és ez az értelmezés, dekódolás, ez az említett történelmi, társadalmi, társadalompszichológiai, meg műveltségi feltételek között működik. A jelképek esetében úgy gondolnám, hogy ez a kép hozzátétel, ez valamifajta ábrázolási, képi jelleget is akar mondani. Minden esetre a jelkép az egy eléggé absztrakciós, magas absztrakciós szintet jelent, tehát nem, hogy mondjam, nem egy hosszú szöveg, vagy nem egy nagy beszéd, hanem valami tömörített, sűrített dolgot jelent, és ez a jel úgy jelenik meg, mint ami a mögöttes jelölőt akarja egyszerű formába idehozni nekünk. Az amerikai bírósági gyakorlatban is volt, hogy a szimbolikus beszédet miért védi a szólásszabadság, és úgy érveltek az amerikai bírák, hogy szimbólumokkal sok esetben könnyebben jutunk el az embereknek a tudatáig, és könnyebben tudunk velük kapcsolatot, ilyen kapcsolatot teremteni. Úgyhogy ez lehet az érdekes funkciója, hogy ezt a fajta könnyített kommunikációt hozza létre egy jel, akár a parkolásról beszélünk, akár a közösségteremtésről. Ami az abstrakciós szinten még jár, az a szintén említett dolog, hogy több értelmezési réteg jelenhet meg a jelkép mögött. Ezeknek az értelmezési szinteknek, vagy értelmezési lehetőségeknek érdekes, hogy hogyan alakul ki a népszerűsége, vagy az elfogadottsága. Amit én itt fel szeretnék hozni, és nyilván a mai beszélgetésünkre nyilván rányomja a bélyegét, hogy a jog ebben szerepet tud-e vállalni. Az a fajta konszenzus, amit elnök úr említett, hogy egy jelkép mögött van egy konszenzus, ez nyilván legerősebb formában úgy tud megjelenni a társadalomban, hogy a jogszabály tulajdonképpen norma szintre és kötelezővé emeli. Érdekes egyébként, pont az említett, én is ezt akartam hozni, a zászló színeinek az említése az alaptörvényben,
hogy mondjuk a fehéret éppen a hűségnek, vagy a tisztaságnak, vagy éppen minek tekintjük. Tulajdonképpen ez mennyiben kötelező számunkra, ez a fajta értelmezési vonal. Illetve, hogy az olyan jogi normák, amelyek például az önkényuralmi jelképeknek a tilalmáról szólnak, ugye bűncselekmény tényállást valósítva, aki ezt használja, az tulajdonképpen leszűkíti a mögötte levő értelmezési tartományt arra, amit ő éppen büntetni akar. Úgy gondolja, hogy az SS jelvény az konkrétan csak ezt az értelmezési mutatványt tudja felmutatni, vagy a horogkereszt csak egy dolgot jelenthet ebben az értelemben, és más nem jelenthet. Ugye még a Salzburgi bíróságnál is volt nemrégiben egy döntés, amikor egy orosz bíróság elítélte azt, aki internetre kitett egy középkori szerzetesi stólát, amiben dekorációként horogkeresztek voltak a 13. 14. századból. Hát nyilván nem a náci diktatúrára akartak abba a századba gondolni, mert hogy ezek a büntetések, amelyek ilyen magatartásokat büntetnek, azt jelentenék, hogy a büntetőjog leszűkíti ezt az értelmezési tartományt, és egy kötelező tartalmat fűz hozzá. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy ilyen normatív szintre milyen értelmezéseket, milyen jelképeket és milyen értelmezési tartományokat emelünk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Dékán úr. Itt mindhárom hozzászólásban, a mindhárom gondolatmenetben közös motívum volt a közösséghez a tartozás, illetve a szimbólumok mögött álló eszme és az eszme mögött álló közösség. Így jutunk át a következő kérdésünkhöz. Mitől lesz egy jelkép nemzeti? Hogyan válik egyrészt, hogy mitől nemzeti jelkép a nemzeti jelkép, és mitől válik egy jelkép nemzetivé? Rektor úr? Köszönöm szépen. Hát ugye bevezetőmben is említettem, azért tegyünk különbséget ugye nemzeti jelkép és állami jelkép között, mert azért azt gondolom, hogy ez fontos. Tehát a nemzet, például magyar nemzet, az gyakorlatilag ugye egy tág fogalom, a magyar nemzet testjei, tagjai különböző országokban élnek. Tehát van a magyar államnak állami jelképei, ugye, és van igazából nemzeti jelképünk, amelyik a nemzet valamennyi tagjához ugye szól. És én valahogy úgy tekintek, hogy először is mi a nemzeti jelképnek a funkciója. Hát ugye azt nyilvánvalóan, hogy egy népet mi köt össze. Tehát az első dolog, azt erre kell válaszolnom. A közös nyelve, a közös kultúrája, a közös történelme, tehát a nemzetnek van egy közössége. És ugye erre szoktuk mondani azt ugye, hogy mindig arra kell tudni válaszolni, hogy kik vagyunk. Honnan jött a magyar nemzetnek a történelme, hol tartunk, és hova akarunk jutni. Tehát tulajdonképpen alapkérdésekre kell tudni válaszolni a nemzeti kérdésekre, a nemzeti jelképekre. Igen, tehát ez egy tükör szerintem, hogyha belenézek, akkor én látom, a nemzet látja magát ebben a tükörben, ez a jelképben, és ez fontos. Persze bonyolultabb a dolog, mert ugye például gondoljunk a székely zászlóra. Ugye akkor ez a székely közösségnek a jelképe, ugye, de tulajdonképpen mégiscsak valahol a nemzetünknek a részét valahogy képezi ugye ez a történet, és a székely zászló mi is, vagy éppenséggel Magyarországon is sok helyen használjuk, látjuk. Tehát sokrétű ez a nemzeti jelkép számomra, amikor ezt a fogalmat akarom meghatározni. De ugyanakkor például egy nemzeti jelkép az bizonyos üzeneteket is átad, és mindegyik nemzeti jelkép más üzenetet tud átadni. Például, hogyha a lyukas zászlót nézzük, akkor az a szabadságvágyat fogja gyakorlatilag jelképezni, amikor nem csak az ellenállásnak a jelképe a szovjet hatalommal szemben 56-ban, hanem önmagában a lyukas zászló az a magyar népnek a szabadság szeretetét fogja jelképezni. Tehát igazából, ha megnézzük az egyes országokat, a zászlójukat, melyik volt szó, akkor például a japán zászló, ugye, amelyik egy bíborvörös korongot ábrázol, ugye, az a felkelő nap országát fogja jelképezni. És mindegyiknek van valamilyen fajta üzenete ezeknek. És az Amerikai Egyesült Államoknak nézzük az államaiknak az ászlóját, mindegyiknek valami fajta üzenetet hordoz magában.
De ahhoz, hogy egy nemzeti jelkép nemzetétekben tudjon megjelenni, az kell egy azonosulás, és kell egy hosszabb idő ennek a kialakításához. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, csak én megkülönböztetném az állami jelképektől, az állam hivatalos jelképétől, az állami zászló felvarása a Kossuth téren. Az az államnak a szimbóluma, és az államnak a, szabad így mondanom, a megnyilvánulása. Tehát én igazából a nemzeti jelképeknél is ugye azt látom, hogy a kohézió összetartó erővel kell rendelkeznie. Köszönjük szépen rektor úr gondolatait. Elnök úr? Köszönöm szépen. Hát én azzal teljes mértékben egyetértek Trócsányi professzor úrral, hogy a zászló, vagy más olyan nemzeti jelkép, ami az alaptörvényben kerül szabályozásra, az első látásra állami jelkép, ugyanis az alaptörvény ugye egy állam alkotmányát jelenti, tehát mindenféleképpen az állam szimbólumának, az állam jelképének tekintendő. Tehát ez egy, azt gondolom, lényeges megállapítás. Mindenkinek magyarok számára ugyanakkor mindig van egy ambivalencia az állam területen élő nép és az állam területen kívül élő, határon túl élő nemzet tagjaink is ugye valamilyen szinten a nemzetünkhöz tartoznak, hogy a felelősséget visel Magyarország ezekért a határon túlélő nemzet tagokért. Tehát úgy gondolom, hogy természetesen ezek állami szimbólumok elsősorban, ugyanakkor senkit nem akadályoznak meg abban, hogy az állami szimbólumok mellett ezen szimbólumokban akár nemzeti szimbólumot is láthasson, mert ugye az több mint 1000 éves magyar történelem során kialakult szimbólumrendszerben a nemzetünkhöz tartozók nyilván az összetartozás szimbólumait fogják látni. Ha ugye alkotmányjogilag közelítünk a problémához, akkor alapvetően azt kell mondanunk, hogy itt állami szimbólumrendszerről van szó, amit az alaptörvény szabályoz, és mint ilyen alapszimbólum rendszer, amit tulajdonképpen büntetőjogi védelem alá is helyez a büntető törvénykönyv. Tehát ugye elég szigorú védelmi rendszere van ugye azoknak az állami jelképeknek, ugye amelyek az alaptörvényben szabályozásra kerültek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen elnök úr gondolatait. Dékán úr? Köszönöm. Én is, hogy mondjam, szívesen vagyok jobb pozitivista ebben a kérdésben. Tehát a nemzeti jelképeknek egy körét szabályozza a jog, és emeli erre a védelmi szintre. Ha jól értem, akkor az állami jelképektől is elvárjuk azt, hogy egy társadalmi konszenzus legyen mögötte, és egységesítse a társadalmat, és az állam úgy tegye ezt a maga jelképévé, hogy mögötte tudja a társadalmat. A nemzeti jelképek pedig ezzel a kulturális többlettel, vagy tágabb körrel bírnak. Itt fel lehetne azért azt venni, hogy a jelképben tényleg mit értünk, hogy az ilyen képekben, zászlókban, tárgyasult dolgokban jelenik meg, esetleg mögötte van mondjuk olyan, mint mondjuk a Kossuth nóta, amit szintén az identitásunk olyan elemének tartjuk, amit jelképezi a magyar szabadságvágyat és hasonló. Amit itt fel szeretnék vetni, hogy kettő dolog, kicsit provokatívan. Az egyik, hogy néha kívülről kapunk jelképeket, vagy kívülről azt mondják, hogy akkor jelképezi a nemzetet valami, vagy ezt a társaságot valami jellemzi.
aztán lányaim egy megfelelő pillanatban mondták azt, hogy az olaszokat a pizza jellemzi, tehát Olaszország nemzeti jelképe a pizza, hogy ez a fajta külső dolog, ez nem tudom, magyarokat talán a gulyás, vagy nem tudom, mi lehet, amit mi megkaphatunk esetleg más nemzetektől, vagy a többiektől. Illetve a másik provokatív megjegyzésem, hogy a BTK ugye nemzeti jelkép megsértéséről szól, de tulajdonképpen az állami jelképeket sorolja, hogy mit gondoltok, hogy akkor ez egy téves címadás volt annak a tényállásnak, vagy mi az? Köszönöm. Nem tudom, mielőtt tovább megyünk a következő a témakör ehhez kapcsolódóan, a rektor és elnök úr kíván-e reagálni a feltett kérdésre? Hát az, hogy a büntető törvénykönyv nemzeti jelképeket használ, azt gondolom, hogy valószínűleg pont abból az ambivalenciából adódik, ami nekünk magyaroknak sajátunk, amit sem a korábbi hozzászólásomban említettem. Úgy gondolom, hogy ezzel hát együtt kell élnünk. Az, hogy az állami jelképről is szó van, azt gondolom, hogy az teljesen egyértelmű, az, hogy ez alkotmányos szabályozást nyert, ugye, és hát ez tény, ugye ezzel nyilvánvalóan állami szimbólumról van szó, amit, mint korábban is mondta, úgy gondolom, hogy az egyben nemzeti szimbólum is. Hát mivel a nemzeti válás során alakultak ki ezek a szimbólumok, ugye akár a trikolort nézzük, akár ugye a többi szimbólumot. Ugye Magyarország történelme az, ami ugye, ki sajtolta magából ezeket a szimbólumokat. Egy közösen kiszenvedett, elődeink által kiszenvedett, de közösen hordozott szimbólumrendszerről van szó, ugye, amihez vér és könny, örömök is tapadtak, hát sajnos a magyar történelem során az öröm kevesebb volt, mint a vér és a könny, de bízunk benne, hogy a jövőben majd másképp lesz, mindazonáltal a való élet által kiszenvedett évszázadok alatt kihordott jelképekről van szó, és mint ilyen azt gondolom, hogy a tisztelet az magától értetődő, akármilyen szót is használ ezzel kapcsolatban a büntetőtörvény. Most nincs előttem az alaptörvényen, és közben én is beleszólok, de hát a nemzet szó azért gyakran megjelenik az alaptörvényben egyrésztől. Gondoljunk csak ilyen, hogy nemzetbiztonság. Tehát nem állambiztonságra beszélünk, hál' Istennek, mert az nagyon rossz emlékeket idézne elő, legyünk őszinték, de hanem nemzetbiztonság. És a nemzet szó az alaptörvényben elég gyakorta megjelenik különböző összefüggésekben. És a nemzet szó az nyilván tágabb, mint az állam kifejezés, és én szimbolikus jelentőségnek tartom azt, hogy így jelenik meg, ha nem állami jelképek, hanem nemzeti jelképek, mint egy nemzeti imádságunk, így mondjuk a himnusz. Itt többször elhangzott ismét az elmúlt percekben az alkotmánynak a fogalma, illetve hogy a nemzeti jelképek, illetve az állami jelképek egy része, illetve az állami jelképek összessége és a nemzeti jelképek egy része megjelenik az alaptörvény, amit az alkotmányban szabályozott. Korábban jött be a gondolatok közé az identitásképzés, mint szerepe a jelképeknek. Ha szétnézzünk a világban, akkor például az Egyesült Államokban azt látjuk, hogy magának az alkotmánynak van egy nagyon-nagyon erős identitásképző szerepe, gyakorlatilag nemzeti jelképként tekint az amerikai nép az alkotmányára. Így adódik a kérdés, hogy az elhangzottak alapján tekinthetünk-e egy alkotmányra, például Magyarország alaptörvényére jelképként, vagy ha egy kicsit tovább megyünk, nemzeti, vagy akár állami jelképként? Rektor úr? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és elérkeztünk tulajdonképpen a lényeghez igazából. Idáig egy kulturális mezőben mozogtunk. Ugye az Amerikai Egyesült Államokat azért én azt gondolom, hogy egy kivételes helyzetnek kell tekinteni az 1787-es esztendővel,
De ugyanakkor azt kell mondani, és akkor mi van az alkotmánymódosításokkal, amik nagyon fontosak volt, a rabszolgaság ugye eltörlése. Tehát ezek, én azt gondolom, hogy az Amerikai Egyesült Államok egy olyan példa, amit azért Európában nagyon nehéz szabad áthozni és transformálni. Ugye persze az alkotmányoknak ugye egy nagyon meghatározó szerepük van, hisz nincsen ország alkotmány nélkül, még azok az országokra is vonatkozik, ahol iratlan alkotmány van, lásd Izrael vagy éppenséggel Nagy-Britannia. De nyilván az alkotmány az kifejez egy államiságot, ami ugye fontos. De az igazság, hogy az alkotmányok ugye azok mindig egy adott időszakra vonatkoznak. Tehát gondoljunk bele például Franciaországra, ahol 15 alkotmány volt ugye 1789-től, 1791-től napjainkig, és akkor azt mondjuk, ez a Péter rendszernek a kollaboráns alkotmánya, a harmadik köztársaság alkotmánya, a negyedik köztársaság alkotmánya, most jelenleg az ötödik köztársaság alkotmányában vagyunk. Igazából az alkotmány egy korszakot jelöl. Tehát, hogyha most azt nézzük, persze volt a Rákosi alkotmány, ami 1949-től volt, igazából, ha szabad így mondanom, ugye 89-ig, majd 89-től legyen átmeneti alkotmány 2011-ig, ugye. De ezek időszakokat jelölnek, tehát maga az alkotmány, ha szabad így mondanom, azért nem vagyok benne biztos, hogy egy stabil jelképet tudna mutatni. Azt el tudom fogadni, hogy Magyarországon például azt mondjuk ki, hogy a történeti alkotmány, az egy jelkép. Igen, a történeti alkotmány, azzal van egy olyan azonosulás, hogy azzal mindenkinek azonosulni fog. Ilyennek tekintem az aranybullát például, vagy a Szent Koronát, amivel azt tudom mondani, hogy a magyar közösség azonosulása feltétlennek kell lennie. Vagy Szent István Mátyásra, Szent István munkássága. De nekem az alkotmány az mindig egy korszakhoz kötődik. És az alkotmány ugye változik, annak a szabálya is változnak. Tehát maga az, hogy van alkotmány, igen, az önálló államiságnak a jelképe, mondhatom így. Az önálló államiságot megtestesíti. De azon belül, tehát az, hogy jelképként fogadjuk el az alkotmányt, ebben nekem kétségeim vannak. Azt igen, hogy az alkotmányban egyes dolgokat, igen, annak tudjuk elfogadni. Ilyen a franciáknél például 1789, ugye például az ember és polgár jogairól szóló deklaráció. Ez már egy olyan jelképé vált, amelyik megerősítette az 1946-os alkotmány, megerősítette az 1958-as alkotmány, és tartalmazza. Vagy az a mondat, ugye, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség. Ezek olyan jelképekké váltak, amit az alkotmányok is tartalmaznak. De én ettől még azt mondom, ez az ötödik köztársaság alkotmánya. És az, hogy lesz-e hatodik köztársaság alkotmánya, vagy nem lesz, azt én nem tudom megmondani. Tehát nekem valahogy az a érzésem ilyen szempontból, hogy jelkép lenne az alkotmány egy államiság megtestesítője, egy időszak megtestesítője, de én nem vagyok benne biztos, hogy igazából az alkotmány egy... A nemzeti jelkép fölött áll az alkotmánynak. Az alkotmánynak tükröznie kell igazából azt, ami gyakorlatilag a nemzeti jelképekből jön le. Tehát de ilyen szempontból a nemzeti jelkép az magasabb rendű, mint maga az alkotmány. Az alkotmány nem válik ettől jelképi, egy időszakot jelöl számomra. Köszönjük, rektor úr, a gondolatait. Elnök úr, Sólyog Tamás elnök úr. Hát a kérdés valóban érdekes, ugye, ha most erre a tételes alkotmányok szintjén akarunk válaszolni, akkor igen, egyszerű, azt mondjuk, hogy nem. Mert ugye az alaptörvény felsorol bizonyos jelképeket, de magát az alkotmányt nem sorolja ide. Tehát erre... Igen, egyszerű azt a rövid választ adni, hogy nem. De úgy gondolom, hogy a kérdés ennél tágabb mezőn értelmezendő, mert ugye, ahogy a professzor úr is mondta, itt ugye sok kérdést elmerül. Például, hogy egy alkotmány ez tényleg csak egy meghatározott történelmi periódushoz köthető-e,
vagy egy alkotmánynak van esetleg hosszabb időre szóló jelentősége, vagy jelentése. Ugye, ha megnézzük a 48-as törvényeket, ugye, amik nem is voltak egy alkotmányként összerendezett törvények, azt gondolom, hogy azoknak is hát igen hosszú időre szól a jelentésük. Ha megnézzük, ugye, a Szent Koronát, ugye, amit egyébként nemzeti jelképnek is titulál az alaptörvényünk, de hát a Szent Koronának is igen hosszú időre szóló jelentősége, vagy ilyen jelentés tartalma van, ahogy ezt professzor úr is mondta, igazából a magyar alkotmányos önazonosságnak egyfajta megtestesítő. A történeti alkotmányunknak a gerincét képező jelentése van. De az kétségtelen, hogy az alkotmányok, a kartális jellegű alkotmányok mindig hordoznak a konkrét időszakhoz, tehát amikor hatályban vannak arra az időszakhoz vonatkozó mondani valót is. Most azt hiszem, tehát hogyha most a Amerika-Európa összehasonlításnál vagyunk, akkor most próbáljuk meg ezt a Magyarország és Európa vonatkozásában összehasonlítani a helyzetet. Én úgy gondolom, hogy Magyarországnak van egy teljesen speciális helyzete ilyen szempontból, ami az Egyesült Királysághoz hasonlítható. Magyarországnak van és volt egy történeti alkotmánya, ami kifejezi a magyar nép függetlenség iránti vágyait és törekvéseit, hogy a konkrét történelmi tartalma van, ugye konkrét szabályokban, az aranybullától kezdve konkrét szabályokban jelenik meg ugye ez a történeti alkotmányunk, ugye, amelynek ugye, a II. Világháború után megszűnik a alkotmányként létezni a kommunizmus időszakában, de a rendszerváltás alkotmánya tulajdonképpen létrehoz egy kartális alkotmányt, ami egy ideiglenes alkotmány, az alaptörvénnyel egy végleges alkotmánnyá válik. Vannak olyan nézetek, miszerint ugye a rendszerváltás alkotmánya is valamilyen szinten a történeti alkotmány részévé vált, abban az értelemben, hogy ugye az alkotmánybíróság az értelmezési tevékenysége során ugye a történeti alkotmány vívmányaival összhangban kell, hogy értelmezze a jelenleg hatályos alaptörvényt, és van olyan nézet, hogy ebbe még a rendszerváltás alkotmánya is beletartozik. Én nem ezt a nézetet vallom, de kell mondani, hogy van ilyen nézet. Tehát tulajdonképpen Magyarország abban biztos különbözik más európai államoktól, hogy nekünk van egy történeti alkotmányunk, és tulajdonképpen ami a kommunizmus alatt ugye szünetelt érvényesülni, ugye ezt az alaptörvényünk világosan ki is mondja, hogy ezzel az időszakkal a végleges kartális alkotmányunk, az alaptörvény nem vállal közösséget, és tulajdonképpen a rendszerváltástól van kartális alkotmányunk, először egy ideiglenes, majd egy végleges alkotmányunk, tehát tulajdonképpen egyfajta kontinuitást látok én ebben, ugye 1222-ig visszamenő kontinuitás megteremthető elméletileg. Ebben azt gondolom, hogy a legtöbb európai államtól különbözünk. Tehát ez egy olyan specialitás, ami szerintem kifejezetten Magyarországra jellemző. Ettől persze még egyértelműen én számomra sem mondható az, hogy önmagában ebből az összefüggésből az következik, hogy az alkotmány nemzeti szimbólum, nemzeti jelkép lenne. Önmagában ebből biztos nem következik, mert az, hogy valami nemzeti jelkép legyen, úgy gondolom, hogy ahhoz egy olyan
elfogadottság, évtizedeken, századokon keresztül bekövetkező elfogadottság kell, amire professzor úr is utalt, hogy már bizonyos esetekben, például a Szent Koronánál vagy Szent István törvényeire, ügyesen vagy joggal mondhatjuk azt, hogy itt már azért kialakult egy olyan társadalmi konszenzus ennyi idő alatt. Egyáltalán, hogy ezekre még emlékezünk, és ezekről mi még tulajdonképpen a nemzetünk története fontos eseményeiként emlegetjük. Hogy mennyi ez az idő? Ugye azt mondják most, hogy 10 év alatt 20 000 évnyi idő telik el a digitális korszakban. Tehát, hogy mennyi ez az idő, azt én nem tudom megmondani. Hogy azt tudjuk mondani a magyar alkotmányról, hogy az nemzeti jelkép. Úgy gondolom, hogy azt mindenképpen fontos látni az Egyesült Államok alkotmányáról, hogy annak mekkora identitásképző ereje van. És ezt az erőt úgy gondolom, hogy érdemes szemlélni, és mindabban, amiben tulajdonképpen lehet követni itt ebben az esetben az amerikai példát, mert például a kávéfőzésben nem szabad, mert az borzasztó következményekre vezet, de itt, ha ebben esetleg az amerikai példát megnézzük, úgy gondolom, hogy az egyáltalán nem baj, és ha abból mi olyan elemeket, amik számunkra értékesek, át tudunk venni, úgy gondolom, hogy az a mi javunkra válik. Bocsánat, kicsit tovább beszéltem, majd ezt követően kevesebbet fogok. Nagyon szépen köszönjük, elnök úr, a gondolatait. Dékán úr? Köszönöm, én is kompenzálok időtartamban akkor. Azt előfelvetésként el tudom fogadni, ugye, hogy a nemzeti jelképek mögött egyfajta azonosulási igény van. Ezt a dolgot annyiban szerintem érdemes pontosítani, mivel egy jogi normáról van szó, meg mindenkire kötelező, hogy az alaptörvénynek a betartása és a szabályainak a követése az más, mint a vele való azonosulás, annak az úgy elfogadása, ami egy belső viszonyulást is jelent ehhez. Ezt a kettőt választjuk el. Inkább itt az utolsó, másodikról beszélünk, ugye, mert a belső vététel az nyilván a pont az érdekes rendelkezésekhez kötődik, mert a nyersen normatív jellegű, mondhatnánk, hogy a nyersen normatív jellegű és minimalista alkotmány nyilván mindenki által elfogadható, és milyen jó, hogy akkor senkinek nem lépünk a lábujjára egyetlen társadalmi szubkultúrának sem, de hát nem azzal a szabállyal fogok én belsőleg azonosulni, hogy 5 évre választják a köztársasági elnököt, hanem olyanokkal, mint mondjuk, ha azt kijelentjük, hogy a magyar kultúra az hozzájárulás az európai kultúrák sokszínűségéhez. Tehát pont a kulturális és ilyen hozzáadott érték az, ami az azonosuláshoz hozzájárul. A jelképé válásnak én is úgy gondolom, hogy megvannak a feltételei, és egy-két ilyen feltételt hadd említsek így meg. Egyrészt, hogy a jelkép jellegéből adódóan, hogy kezdtem, én úgy fognám fel ezeket a jelképeket, mint egy megfelelő absztrakciós szintet elérő üzenethordozókat. Ehhez képest az alaptörvény egy hosszú dokumentum, amiben sok minden van. Tehát ez ilyen értelemben jelképként talán nehezen tud érvényesülni. Noha lábjegyzetben megjegyezhetjük, hogy például a Biblia, vagy egy vallásos központi dokumentum tud lenni egy vallásnak a jelképe, tehát még a kereszténységnek a Biblia lehet a jelképe, de ugye emögött az a sajátosság is valamit, majd mindjárt szeretnék említeni, hogy több évszázados, évezredes stabilitás, egy dogmatikus stabilitás és ragaszkodás az egész dokumentumhoz, az, amit képes volt egységes jelkép ként abstrahálni ezt a hosszú szöveget. Az elfogadás az a legitimáció kérdése. A legitimációnak sokfajta feltétele van. Ezekről a kérdésekről sokat beszélgettünk egyébként az elmúlt hónapokban, hogy akkor az alaptörvény legalitása, legitimitása, hogy néz ki, melyik politikai elitcsoport, hogyan viszonyul ez a kérdéshez. Nyilvánvalóan az elfogadáshoz, a társadalmi legitimációjához egy alaptörvénynek nagyon fontos szempontok vannak, így az elfogadásnak a módja, konszenzusos, nem konszenzusos, olyan történő pillanatban történt-e, hogy közfelkiáltással felugrott az egész társadalom, és azt mondta, hogy na, most akkor mi ezt az alkotmányt akarjuk. Aztán a stabilitása az alkotmány dokumentumnak milyen. Azzal együtt, hogy a stabilitás nem változatlanságot jelent, és itt
Tolstoy professzornak én is aláírom a véleményét, hogy ezek a szövegek ezek nem olyan dogmatikusan zárt szövegek, mint a Biblia, hanem ezek változó szövegek, mert történelmi szituációban működő szövegek. Na mondjuk a stabilitást érthetjük mondjuk az értékrendnek a stabilitásán, az alapvető állami struktúra vagy társadalmi berendezkedés stabilitásán, amit fent tud tartani, és ilyen értelemben ez talán meg tud lenni mögötte. Azzal együtt, ugye, hogy most ha a magyar alaptörvényről is beszélünk, akkor az elmúlt 10 évnek a 10 módosítása ugye körülbelül a cikkeknek a felét hagyta érintetlenül az alkotmány dokumentumban. És aztán az idő, hogy milyen idő, hosszú ideje működik, az amerikaiaknak ugye van egy ilyen régóta élő alkotmány szövegük, ráadásul nem is módosítják, hanem kiegészítik ezt az alkotmány szöveget. Ennek az időbeli kipróbáltsága is hozzátesz ehhez a társadalmi nemzeti szimbólummá váláshoz. A magyar alaptörvény, vagy más, hát mondjuk azt, hogy akkor az európai alkotmányok nagyon fiatalok, ehhez képest általában nagyon fiatal alkotmányok között élünk, és ezeket ki kell próbálni. Hogyha a magyar alaptörvény utalok, a magyar alaptörvény például nem volt kipróbálva olyan szituációban, talán pár hónapra, hogy a kormánynak nincsen kétharmados többsége, vagy esetleg egy másik politikai oldal kormányoz, ebben a szituációban még nem volt kipróbálva ez az alkotmányszöveg, hogy hogyan rendezi az állami életet és az állami szerveknek az alapvető működését. Úgyhogy ez a fajta történelmi fejlődés és hosszabb távú működés is kell ehhez, hogy ez a jelkép jelleg kialakuljon. Én ezekkel a feltételekkel, hogy ezek egyáltalán megvalósíthatóak, én megengedő volnék, hogy az alkotmány alaptörvényünk tud jelképpé válni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogyha nem is tekinthetjük nemzeti jelképnek az alkotmányt, illetve egy alkotmányt nem feltétlenül tekinthetünk nemzeti jelképnek, viszont az államiság jelképének és a szuverenitás megtestesítőjének mindenképpen, és adódik a kérdés, hogy erre a funkciójára, erre a jellegére a tekintettel megilleti-e, meg kell-e, hogy illes, illetve megilletheti-e az alkotmányt valamiféle többet védelem, például a véleménynyilvánítás szabadságát illetően. Itt nyilvánvalóan nem a szakmai kritikákra gondolok, hanem például a zászló égetések analógiájára, a gyalászkodás kategóriájára. Ilyen esetekben kell-e védeni az alkotmányokat? Rektor úr? Köszönöm szépen, Harvi. Hát az a helyzet, hogy ugye én úgy gondolom, hogy a véleményítés szabadság az majdnem egy abszolút jog, tehát egy nagyon fontos számomra. Én egy olyan világban éltem fiatalon, amikor a véleményítés szabadsága, szabad így mondanom, nem létezett, vagy hát papíron létezett pontosan. Ezáltal én érzékeny vagyok arra, hogy egy olyan véleményítés szabadsági koncepciót akarok, amiben elég messze el lehet menni a kritikákat illetően, tehát gyakorlatilag még beleférnek esetleg olyan dolgok is, amely mondjuk a szabad így mondanom, mondjuk erkölcsileg nem elfogadható, számomra semmiféleképpen nem jelenthet pozitív viszonyulást. Mindazonáltal azt gondolom, hogy egy demokratikus rendszerben elég szélesen kell meghatározni a véleménynyilvánítás szabadságát és a tűrési határokat is. Független attól, hogy én erkölcsileg ezt jónak tartom, vagy nem. Ami ellen föl kell lépni, az tulajdonképpen, hogyha egy felhívás van gyakorlatilag mondjuk arra, hogy alkotmány ellenesen változtassunk meg egy alaptörvényt. Mert hogyha egy ilyen tartalma van, egy felhívás, mint ahogy volt erre most példa, idézőjelbe téve, hogy alkotmány ellenesen változtassuk meg, azt ugye már szerintem a jog eszközében is föl lehet ezzel szemben lépni. Ez az én véleményem. De ugyanakkor azt mondom, hogy az alkotmányokat nem lehet kivonni a viták alól. Tehát az alkotmányok iránti hozzáállás az rendkívül, szabad így mondanom, sokoldalú lehet. És akkor utána, hogy ez a gyalászkodás, ez most mit akar, most valaki azt mondja, hogy tételező föl, hogy az alaptörvény az nem is alaptörvény, az egy, mit tudom én, piaci term, árusnak a legrosszabb terméke,
ami gyakorlatilag tűzre való, mert jobb lenne elégetni, mert annyira rossz, és még sorolom a dolgokat, amiket mondhatnak ugye emberek. Ezzel én nem tudok mit kezdeni, tehát hozzá kell tenni. Tehát én nekem a véleménynyilvánítás ilyen szempontból egy magasabb dolog, és van egy végső határ, amikor ezt a törvényt, alaptörvényt valaki viszont felhív arra, hogy alkotmány ellenesen kell félretenni. Abban az esetben azt gondolom, hogy az alaptörvény védelme érdekében föl kell lépni az ilyen jellegű kísérletekkel vagy törekvésekkel szemben. De egyébként a tűrés határnak elég szélesnek kell lenni, mert különben félek az, hogy idézelve téve, tehát nagyon olyan dolgot fogunk elérni, amit nem akarunk. Tehát ergo én a vélemény szabadságát fontosnak tartom, és egy szűk körre határozom be azt a védelmi szintet, amelyik az alkotmány ellenes megváltoztatásra való felhívás tartalmaz. Köszönjük szépen rektor úr gondolatait. Elnök úr? Köszönöm szépen. Ugye hát a vélemény nyilvánítás szabadsága ugye valóban egy tág spektrumon érvényesülő alapjog, és ez egyetértek professzor úrral, mert ugyanabban a diktatúrában nőttem fel én is, mint ő. Tehát azt gondolom, hogy ez teljesen hasonló nyomokat hagyott bennünk. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy alapvetően különbséget kell tenni azzal kapcsolatban, hogy valaki arról beszél, hogy milyen módon lehet módosítani egy alaptörvényt. Ugye az egy tényálláscsoport, egy másik tényálláscsoport, hogyha valaki gyalászkodik egy állam alkotmányával kapcsolatban, és megint egy másik, és azt mondom, hogy teljesen neutrális terület ebből a szempontból, hogyha valaki szakmai kritikát gyakorol bármilyen alkotmányos rendelkezés felett. Úgy gondolom, hogy a szakmai kritika az nem hogy lehetséges, szükséges feltétele annak, hogy alkotmány fejlődés legyen egy országban. Tehát, hogy az alkotmány tartalma a közösség érdekeinek, a közösség szükségleteinek megfelelően alakuljon, hogy ezzel kapcsolatos közéleti vita legyen, és a demokratikus közvélemény így fejlődjék, ez abszolút egy szükségszerű belejárója a demokratikus társadalomnak, enélkül nincs demokratikus társadalom. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez így legyen. Úgy gondolom, hogy szerencsére, amikor az alaptörvény elég világosan kijelöli a vélemény nyilvánítás szabadságának a határait, az emberi méltóság, illetve a közösségek méltóságának a megsértésében. Tehát, hogyha valamely tényállás ugye, egy ilyen helyzetben, mondjuk az alkotmánnyal kapcsolatos gyalászkodás, tulajdonképpen emberi méltóságot sérteni, vagy közösségek méltóságát sértené, ugye abban az esetben tud felmerülni a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása, és azt gondolom, hogy akkor helyes is, mert ugye ez nem lehet engedni. Kérdés persze, hogy önmagában, tehát ugye, ha a nemzet alkotmányának tartjuk az alaptörvényt, ugye, akkor a nemzet, mint közösség elleni gyalászkodása az, hogyha ugye, valaki az alaptörvényt minősítetlen szavakkal látja el. És mondjuk a nemzetnek a méltóságát ez sérti-e. Ilyen ügy az alkotmánybíróság előtt nem volt, tehát ezzel kapcsolatos gyakorlatunk egyáltalán nincs. De úgy gondolom, hogy én tehát ezt az esetet tudnám elképzelni, amikor ez alkotmányjogilag egyáltalán értelmezhető lenne ez a probléma, és amit ugye mérlegelni kellene, vagy mérlegelni lehetne adott esetben. Ha most egy kicsit kintebb lépünk a tételes alkotmányok területéről, akkor ugye azonban az egy nagyon fontos tény, hogy az egész jogállamiságunknak az alapja az alaptörvény. Tehát a mindenkor hatályos alkotmány, mi jelenleg az alaptörvény. És ha egy állam hagyja azt, hogy a jogállamiságnak ezt a fundamentumát rendszeresen gyalázzák,
rendszeresen olyan szavakkal illessék, amit hogy már a nyomdafestéket sem tűri, persze ma már a nyomdafestéknek egyáltalán nincs jelentősége, mert tehát ma már digitális képeket látunk nyomdafesték helyett, persze azt sem tűrné, azt gondolom a józan felfogás szerint. Hát ez meggondolandó, tehát az, hogy ezt lehet-e hosszú távon tűrni. És ugye nem csak a jogállam, tehát a jogállamiság alapja úgy, hogy a teljes állami berendezkedés, az összes alapjognak a védelmi rendszere, az alaptörvényben kerül szabályozásra, tehát ha valaki ezt gyalázza, akkor gyalázza tulajdonképpen a teljes magyar alkotmányos berendezkedést, és azt is mondja, hogy a népnek nem kell alapjog. Hát teljesen szükségtelen neki, mert töröljük el az egész alkotmányos rendet. Na most, ha erről az oldalról nézzük, akkor azt gondolom, hogy érdemes átgondolni azt, hogy meddig szabad ezt engedni, hogy az alkotmánnyal kapcsolatosan gyalászkodó megjegyzéseket tegyenek. Tehát én tulajdonképpen így nagyjából idáig jutottam ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, elnök úr, gondolatait. Dékán úr, te mit gondolsz a kérdésről? Köszönöm szépen. A többiek is így kezdték, én 15 évet éltem az előző rendszerbe. Amit általános iskolában és a környékén meg lehetett tapasztalni, abból azt szerintem mindent megtapasztaltam, a szülői háttér meg mások miatt. A szabadságvágyunk szerintem legalább akkora, és én is úgy gondolom, hogy azon a talajon tudunk a véleményszabadságnak itteni szerepéről beszélni, amit egyébként nagyon szép mondatokban az Alkotmánybíróság, a 2000-es nemzeti jelképes és önkényuralmi jelképes, vagy a 90-es években szólásszabadságos határozataiban leírt, hogy azért a szabadság korlátozásától a demokrácia kiterjedését nem igen lehet várni. Tehát, hogyha ezzel ebben az irányba szeretnénk, akár például az alkotmánynak plusz legitimációt biztosítani, hogy egy szigorúbb büntetőjogi védelme van, az valószínűleg nem ér célt, vagy nem lesz megfelelő válasz az ilyen érzésekre, amiket egyébként én is tudok osztani. Ami érdekes a alkotmányos rendről, vagy alkotmányról való véleménynyilvánítás kapcsán. Jelen pillanatban én úgy érzem, hogy nem találnék olyan elemét most a magyar jogrendnek, ami ilyen védelmet biztosítana az alaptörvénynek. Talán az alkotmányos rend erőszakos megdöntésére irányuló tevékenység, ami azért mondjuk ki, hogy az elég erős tényállás, tehát ott az erőszakos cselekedetre, erőszakos megvalósítási módra és annak az előkészületére kell gondolni, ami azért eléggé sokat mond. Úgyhogy itt lehetne talán ebben valamit gondolni. Igazából én azt gondolom, ennek urak által is említett példákon vagy felvetések nyomán, hogy a magyar jogrendszer erre most jelen pillanatban nem nagyon tartalmaz nyomokat. Itt ami eszembe jutott Sülyök elnök úrnak a véleményénél, hogy például Magyarországon még a rendszerellenes pártokat sem tiltjuk igazából rendesen, tehát azok a politikai pártok egyébként, akik ilyen felforgató programban indulnának, nem biztos, hogy észrevenni a jogrendszer őket, mert az ilyen rendszerellenesség általában inkább a közösség elleni uszításos, vagy a totális diktatúrák iránti szimpátiák miatt volt megfogható, és nem pedig a mostani alkotmányos rendszerhez való viszonyulások miatt. És egy megjegyzésem még hadd legyen a végén, a társadalmi elfogadottság és a szólásszabadság korlátozása. Ugye előbb említettük, hogy az Egyesült Államokban milyen nagy tisztelete van az alkotmánynak, ugye arról az országról beszélünk, ahol viszont a zászlóégetés szabad. Tehát az amerikai zászlóégetése nem büntethető az Egyesült Államokban. Tehát ezt a fajta viszonyt azért szintén javaslom megfontolni ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, dékán úr, gondolatait. És nem szeretnék visszaélni sem az előadóink, sem a közönség, illetve az érdeklődők idejével. Így ezen a ponton szeretném megnyitni
a vitát, és a közönség sorait kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, illetve hozzászólása az elhangzottakhoz. Itt ezzel a kéz jellel a jelentkezés a gombbal lehet jelezni, hogyha valaki kérdezni szeretne az előadóktól, és Birkás Antal nyomta meg először ezt a gombot. Antal, öné a szó. Köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon izgalmas volt a beszélgetés. Én csak egy érdekességet szeretnék itt hozzátenni a fogalomhoz kapcsolódóan, nem biztos, hogy a minden jogász tudja ezt így, de annak idején én teológus hallgatóként a hittudományi karon többfél éven át keresztül hallgattam a szimbolika 1, 2, 3, stb. Tárgyakat, és ez ugye itt a dékán úr előhozta a Bibliát, de ez a szimbolika 1, 2 és társai, ez a hitvallásokról szólt. Tehát maga a kifejezés az legalábbis teológiai értelemben jelent hitvallást is. Krédóhoz és más kifejezésekhez hasonlóan, és mi ennek a tárgynak a keretében a legalapvetőbb hitvallásokat tanultuk, azok történetét, nyelvezetét, stb. Tehát ezt csak arra hoztam ide példaként, hogy valóban egy közösséghez tartozást jelent, hiszen minden vasárnap a hitvallás elmondjuk a templomokban, akár mise keretében, akár Isten tiszteletek keretében, és tulajdonképpen az összetartozást jelenti. És ilyen értelemben a hitvallás az a hitünknek a legtömörebb, rövid, lényegre törő összefoglalását jelenti. Úgyhogy ilyen értelemben talán az alkotmány nem tud, tehát azt is fel lehetne tenni kérdésként, hogy tud-e hitvallás lenni az alkotmány. Ilyen értelemben talán az egész alkotmány nem tud hitvallás lenni, ha úgy közelítjük meg a dolgokat, hogy a rektor úr tette, de például azért az alkotmányunknak mégiscsak van egy olyan része, ami szeretne nemzeti hitvallássá válni. Tehát maga a fogalom ebből a szempontból is talán érdekes. Ezt csak érdekességként hoztam ide, hogy ezt is érdemes végig gondolni. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon szépen köszönjük a hozzászólást. Van még egy kérdésünk. Cservák Csaba professzor úr jelentkezett. Professzor úr, öné a szó. Igen, nagyon szépen köszönöm a szót. És hát köszönjük elnök úréknak is ezt a kiváló és nagyon érdekes témafelvetést és rendezvényt. Amikor én először megláttam ezt a témát, azt jegyeztem föl magamnak, amit Trócsányi rektor úr, professzor úr itt el is mondott egyébként, tehát hogy nem is beszéltünk össze, de hogy valóban érdekes, hogy ha az alaptörvényben foglalt egyes elemek lehetnek-e nemzeti jelképek, maga az egész alaptörvény is nemzeti jelkép. Ugye rektor úr arra utalt, hogy inkább abban látja a megoldást, hogy az egyes elemek és nem maga az alkotmány. És nyilvánvalóan ez a konszenzus álláspont, én is úgy gondolom, mert talán azt elmondhatjuk, hogy a magyar alkotmány, a régi magyar alkotmány történeti alkotmány volt, amelynek fővezérelve a Szent Koronatan vagy Szent Korona eszme, meg ebben sem teljesen egységes tudom, hogy ez a kettő ugyanazt jelenti-e. És ha nem is szinonima a történeti alkotmány a Szent Koronatan, de annak egy olyan fővezérelve, hogy nyilván ennek révén a Szent Korona egy kiemelt nemzeti jelkép. És hát pontosan úgy gondolom, hogy amely államnak történeti alkotmánya van, az azt jelenti, hogy az alkotmányában létezik sok olyan nemzeti szimbólum, amely, hogy régen fogalmaztak, a néplélek részévé vált, a néplélekbe ivódott. Tehát ma már Magyarországon nyilván ez elképzelhetően visszatérünk úgy a történeti alkotmányhoz, hogy ne legyen írott alkotmánya az országnak, de mivel az alaptörvény saját értelmezési hátterének deklarálja a történeti alkotmányt, én úgy gondolom, hogy ezáltal hivatalos rangra emelkedett az is, hogy a nemzeti jelképek szinte értelmezési háttérként szolgálnak. Úgyhogy Súlyok elnök úr is nem bölcsen utalt már az aranybullára, hogy gyakorlatilag a történeti alkotmányunknak az ilyen eleme még az alkotmánybíráskodásban is kvázi testet öltenek, úgyhogy úgy gondolom, hogy rendkívül érdekes volt a beszélgetés, és az ilyen téma felvetések nagyon nagy szüksége van a szakmának, úgyhogy köszönjük elnök úrnak is, rektor úrnak is, és dékán úrnak is természetesen az értékes gondolatokat. Köszönjük professzor úr a hozzászólását. Az időnk lassan a végéhez ér, viszont a Varga Zs. András elnök úr, illetve Patyi András alelnök úr még jelezték, hogy szeretnének hozzászólni. A elnök úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Kedves kollégák,
ritka érdekes volt, nagyon örültem, hogy be tudtam kapcsolódni az elejétől, ugyanitt Patyi professzor úrral a háttérben megbeszéltük, hogy nem szólunk hozzá, de úgy látom egyikünk se bírta megállni. Három rövid gondolatom lenne. Az egyik gondolatom az, amit Birkás Antal mondott, hogy az nagyon-nagyon lényeges. Tehát annak, hogy mi az, hogy szimbólum, annak több ezer éves hagyománya van. Nyilván arról vitatkozhatunk, hogy mi tartozik oda, mi nem, de elindulni innen érdemes. Egy bizonyos Ratzinger professzor, később 16. Benedek néven pápa lett, ugye híres könyvében, a keresztény hitben leírja, hogy a szimbólum az eredetileg a görög színészeknek a maszkja volt. Tehát ugye ez a maszk volt az, ami jelezte, hogy most ő valamit mást fog megjeleníteni, vagyis elválik a megjelenítő meg a megjelenített. Ugye ezért van, hogy a kereszteléskor, főleg felnőtt kereszteléskor, úgy is hívjuk ezt, hogy tradíció et tradíció szimbólii. Csak jelzem Antalnak, hogy én is ugyanoda jártam. Tehát, hogy elmondjuk és rákérdezünk a hitvallásra, vallod-e ezt? És ő visszamondja, hogy vallom. Na most ilyen értelemben mindaz, amit elhangzott, az ugyanezt tartalmazza. Tehát az a nemzeti jelkép, amit a nemzet magáénak val, és aki azt elfogadja, az ezzel a jelkép elfogadással a nemzethez tartozónak vallja magát. Ugye ez volt a második. A harmadik pedig csak, mert Súlyok elnök úr itt jelezte, hogy a kartális alkotmány és történeti alkotmány vívmánya, vagy történeti alkotmány között itt vannak nézetek, hát többféle van, ugye van valóban az, ami magát a ideiglenes alkotmány tekintette történeti alkotmány részének. Én nyilván a sajátomat jobban szeretem, amit az 5 éves évfordulóra mondtam, hogy ez a történeti alkotmányunk vívmányaival összhangba történő értelmezési parancs, ez beágyazza a történeti alkotmányba az alaptörvényt, tehát lényegében együtt vannak, és ezáltal valójában a történeti alkotmány bizonyos mértékben kivetíti a történeti alkotmányt még a szocialista korszakra is, hiszen ugye összekapcsolta a jelent a múlttal, és ezáltal tudjuk megmagyarázni azt, hogy bizony még a szocialista nem alkotmányos korszak idején is bizonyos dolgok miért tekinthetők alkotmányos értéknek, például a polgári törvénykönyv. Tehát az, hogy a polgári törvénykönyv az egy rendet hozott abban a korszakban, ahol a polgári jogviszonyokat amúgy nem becsültük, ez tekinthető történeti alkotmányunk vívmányainak, hiszen az kodifikálódott. Így szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Majd egyszer egy másik alkalommal beszélgethetünk erről részletesebben. Nagyon köszönöm, hogy elmondhatta. Köszönjük elnök úr gondolatait. Professzor úr, Patyi András professzor úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, és azért is tudok rövid lenni így a végén, mert először is az utolsó hozzászólónak illik nem hosszan beszélni, másrészt előttem nagyon sok mindent elmondtak már, részben elnök úr, részben Birkás Antal, és ezért én tulajdonképpen csak két megerősítő gondolatot mondanék. Az egyik, hogy ha jól értettem az elhangzottakat, akkor tulajdonképpen az a vélemény kerekedett fölről, hogy valójában az alaptörvény maga, vagy egy alkotmány maga egészében nem nagyon lehet jelkép. Talán az Egyesült Államok Szövetségi Alkotmánya került szóba, mint egyfajta kivétel, amely megteremti, előidézi annak a nagy nemzetnek, annak a nagy országnak a létezését. Tehát tulajdonképpen egy ilyen létezés jelkép, de egy egész alkotmány, egy alaptörvény nehezen válik jelképé. Én úgy gondolom, hogy a magyar alaptörvény inkább jelképek és értékek tárháza, jelképek és értékek megteremtője, hordozója, de ezért maga az alaptörvény nem elsősorban jelkép, hanem inkább valami olyasmi, amit jelképezni kellene, vagy jelképezni illik, vagy jelképezünk. Tehát az alaptörvénynek van, vagy lehet jelképe, itt szóba került korábbi hozzászólásban, azt hiszem Cservák professzor hozzászólásában is, a Szent Korona, mint ennek a jelképe. Másrészt, a második gondolatom, hogy nem is annyira csak az alaptörvénynek, illetve a történeti alkotmánnyal és alkotmányos hagyományainkkal egységbe forrasztható
alkotmánynak, hanem az alkotmányosságnak lehet és kell legyen jelképe, és én nagy örömmel hallottam azt, hogy fölmerült az aranybulla, nem annyira maga az okirat, hanem az okirat nevét adó, azt záró pecsét, amely az én szememben azért is az alkotmányosságnak egy jelképe, hiszen az Alkotmánybíróság több mint 30 esztendeje ezt használja a saját szimbólumaként, és az Alkotmánybíróságon keresztül ugye ez rá borul az egész jogrendszerre, az egész alkotmányos rendszerre. Tehát az alkotmányos értékeknek, akár külön-külön, az alkotmányos értékek egyidejű megfelelő érvényesülésének, ezáltal az alkotmányosságnak kell és legyen, kell és van is jelképe, számomra ez például az aranybulla. Nagyon köszönöm a lehetőséget, és köszönöm az értékes gondolatokat. Köszönjük szépen a professzor úr gondolatait, amelyek talán a legtökéletesebb zárszóként is funkcionálnak. Viszont kérdezem a kerekasztalunk előadóit, hogy kívánnak-e az elhangzottakra reagálni. Én nem, mert nekem el kell mennem, elnézést kérek, tehát egy másik megbeszélésre. Elnézést kérek. Nincs. Köszönjük szépen a rektor úrnak a jelenlétet, és természetesen köszönjük szépen a elnök úrnak, illetve dékán úrnak is, hogy részt vettek a mai a kerekasztalon, illetve megosztották velünk a gondolataikat. Talán egy kérdés maradt ki, amivel majd egy másik a kerekasztalon tudunk foglalkozni, hogy az európai integrációban a nemzeti alkotmányok mit jelképeznek, illetve lehet-e jelkép funkciójuk, de idő hiányában ez majd egy következő rendezvény lesz. Így ezúton köszönöm meg még egyszer az előadóinknak, illetve vendégeinknek, hogy részt vettek ezen a tanácskozáson, hozzászóltak és értékes gondolatokkal gazdagították azt, és ezzel a kerekasztalt bezárom, és szép délutánt kívánok valamennyiüknek. Várjuk a folytatást minden hamarabb. Viszontlátásra. Köszönjük, sziasztok. Benne lesz folytatás. Köszönjük, viszontlátásra.